Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves testvéreim, a 170-es dicséretünket énekeljük, a 170-es dicséret így kezdődik rá, tekint már hitem. Thank you.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Szent Urunk, mindenható atyánk, előtted hódol minden térd, meghajol majd mindenki, és vallja, hogy te vagy az Úr, mert neked adott ott hatalom minden felett. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy Urunk, megvallhatjuk a hozzád való tartozásunkat. Köszönjük, hogy szövetséget kötöttél velünk, másképp, mint Mózessel, a kegyelem szövetségét a Krisztus vérében, az ő jótéteményért, az ő áldozatáért. Köszönjük, hogy lehet jövetelünk az Atyához, hogy nem vetettél el bennünket, hogy meghívsz minden nap, megerősítesz akkor, amikor kétségbe esünk, amikor félelmek költöznek a mi szívünkbe. Urunk, engedd, hogy teljes biztonságban legyünk nálad, fedezd el a te népedet a veszélytől, a bajtól, a nyomorúságtól, gyógyítsd meg a mi betegeinket, Urunk, ezért könyörgünk te hozzád, ők legyenek azok, akiket megérintesz, a lélek balzsamával megáldod őket, mert a betegeknek van szükségük, te rádó áldott orvos, könyörgünk a magányosokért, kik elszakadtak szeretteiktől, elszakadtak, Urunk, a társadalomtól, magukra maradtak, Urunk, te légy az ő támaszuk, te légy az ő atyuk, engedd, hogy Urunk, a te népedhez, a Szent Izraelhez, a te egyházadhoz tartozhassunk, és nyerjünk áldást a te közeledbe. Áld meg bennünket ma is, óv meg a haláltól, az elbukástól, a hibáktól. Engedd, hogy áldást nyerve, Urunk, legyünk azok, akik olyan életet tudunk élni, amely téged dicsér, amely örömére szolgál ennek a világnak, amely felemel. Kérünk, maradj velünk a te irgalmaddal, a te kegyelmeddel, engedd, hogy Urunk, így állhassunk meg előtted, és szálljon ránk a te áldásod, a te jóságodból, a te kegyelmedből, a te irgalmadból. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igét olvasom Mózes második könyvéből, a 32-es fejezetből, így szól hozzánk a 15. verstől. Azután megfordult Mózes, és lement a hegyről kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva. Erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Amikor Józsui meghallotta a nép hangos kiáltását, így szólt Mózeshez. Harci lárma ez a táborban. De ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászének hangja, dalolás hangját hallom én. Amikor odaért a táborhoz, és meglátta a borjut, meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjut, amelyet készítettek, elégette, porrázúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiával. Majd ezt mondta Mózes Áronnak, mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy vétekbe vitted őket? Áron így felelt, ne lobbanjon haragra az én uram, magad is tudod, hogy milyen gonosz ez a nép. Ezt mondták nekem. Készíts nekünk Isten, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki fölhozott bennünket Egyiptom országából. Ezt mondtam nekik. Kinek van aranya? Ők pedig leszedték magukról, és ideadták nekem. Én meg tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni,
ellenségeik csúfjára, odállt Mózes a tábor kapujába, és azt mondta, jöjjön hozzám, aki az úré. Lévi fiai mind hozzágyűltek, ő pedig ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene, kössétek mindnyájan kardot az oldalotokra, járjátok be a tábort keresztül kasul, egyik kaputól a másikig, és gyilkoljátok le testvért, barátot és rokont. Lévi fiai Mózes parancsa szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a népből, mint egy 3000 ember. Utána azt mondta Mózes, most avattátok fel magatokat az Úrnak, mivel fiatokat és testvéreketeket sem kíméltétek, áldás szálma rátok. Másnap így szólt Mózes a néphez, igen nagy vétket követtetek el, ezért fölmegyek az Úrhoz, talán engesztelést tudok szerezni vétketekért. Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának, mégis bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem, ezért menj, vezesd a népet, ahova parancsolom. Ímé az én angyalom megy előtted, és majd a számon kérés napján számon kérem vétküket. De megverte az Úr a népet, mert azt a borjút csinálta, amelyet Áron készített el. Drága testvéreim, a múlt kedden hallottuk azt, hogy aranyborjút készít Áron a népnek, mert már 40 napja fent van a hegyen Mózes, és ők hallották a dörgést, a villámlást, azt a következtetést vonják le, hogy Mózes meghalt. Azt is elmondtuk, hogy úgy gondolták, hogy minden vidéknek megvan a saját istene, a mezőnek, Egyiptomnak, a folyónak, a hegyeknek, és azt mondják, mi már kijöttünk onnan, az az Isten, aki ott segített nekünk, az itt nem tud segíteni. Az itteni isteneknek a bika az egyik jelképe, aki a termékenység, az erő jelképe. Hát ha nincs más, csináljuk magunknak. És ugye eltérnek az Úrtól, amikor a második parancsolatot olvassuk a Szentírásból, az úgy kezdődik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót, ami a mennyben, a földön, a föld alatt, a tengerben van, és ne imádd azt, mert meg lesz ennek a büntetése, ugye? El fog pusztulni harmad és negyed íziglen. Tehát akkoriban 3-4 generáció együtt élt, és azokat ki kellett pusztítani. De ha megtartjátok az Isten iránti hűségeteket, akkor áldást nyertek 1000 íziglen. Ugye? Így szól a parancs. Ez egy szövetségi dokumentum. Ugye? A bűn zsoldja halál, mondja a római levél, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Tehát a szövetséget kötni, az a héberben azt jelenti, hogy azt a szót használják, hogy börít, ami azt jelenti szövetséget vágni. Elmondtam nektek, hogy az úgy történt, hogy vettek egy bárányt, ketté vágták a báránykát, és azt mondták, hogy ha valaki megszegi a szövetséget az Istennel, akkor úgy vágják ketté, mint ahogy ezt a bárányt ketté vágják. Ugye, és aztán elvonultak a egymással szembe helyezett áldozati állatnak a részei között a szövetséget kötő felek, és ezzel magukra vállalták az egész ugye szövetségi dokumentumot. Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor az előző versekben, vagyis részekben, a Mózes második könyvében a 24. és 23. fejezetben ott vannak az Isten ígérete, hogy mit jelent ez a szövetség, és ott van a szövetségkötésnek a ténye. Azt mondja az ígéreteknél Isten. Ímé én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Vigyázz magadra,
előtte és hallgass szavára, ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg a hitszegéseteket, hiszen az én nevem van benne. De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója szorongatóinak, mert az én angyalom előtted megy, hogy bevigyen téged arra a földre. Tehát, hogyha Istennel jársz, akkor az angyalokat, angyalt elküldi előtted, és megvéd az ellenségtől, megőriz téged. Ha meg elfordulsz, akkor meg az ellenséget fogja támogatni veled szembe. Ezek nagyon kemény szavak. És ugye ezt nem csak leírják ezeket a dolgokat, hanem a 24. fejezet így kezdődik, hogy szövetség megkötése történik. Aztán így szólt Mózes, jöjj fel az Úrhoz, te is, Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igét, rendelkezését, az egész nép pedig egyhangon így felelt. Megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Akkor leírta Mózes az Úr összes igéjét, és korán reggel oltárt épített a hegylábánál, és 12 szent oszlopot állított fel Izrael 12 törzse szerint, azután odarendelt néhány izraeli ifjút, hogy mutassanak be égő áldozatot, és vágják le a bikákat béke áldozatul az Úrnak. Mózes pedig fogta a vér felét, tálakba töltötte, a vér másik felét pedig az oltára hintette, majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt, azok ezt mondták, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendel. Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta, annak a szövetségnek vére ez, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek az ígéreteknek az alapján. Tehát megtörténik a szövetség megkötése, tehát magukra veszik a szövetség jeleit, meghintetnek vére által, ott vannak az áldozati állatok, vagyis innentől kezdve a fogadalom súlya alatt élnek. És erre mi történik? 40 nap múlva egyszer csak az történik, hogy elfordulnak az Istentől. Vagyis amit magukra vettek, azt az ígéretet, azt az Isten számon kéri tőlük. És azt halljuk, hogy a hegyen Isten mondja, hogy ez a nép elfordult tőled. Sőt, elkészítették az arany borjút, ugye mondtuk, hogy ez bika akart lenni, de borjú sikeredett belőle, és azt mondja az Isten Mózesnek, menj le. És ő szépen megy lefele a hegyről, és hallja, hogy valami újongás, örjöngés van ott lent, és akkor hallgatják, azt mondják, nem csata, nem megtámadták a népet. Aztán megint hallgatózik, nem sírás ez, hogy ugye legyőzték őket, hanem mikor közelebb megy, akkor kiderül, hogy ez dalolás. Ugye elmondtuk, hogy a Szentírásban itt szabásan egy orgiát rendeztek ezek az emberek, tehát eltértek az erkölcsiségtől, mindenről, tehát paráználkodtak, így mondja a Szentírás, hogyha szó szerint fordítjuk az előző verseket. És akkor mi történik? Hát óriási csalódást él meg Mózes, és fogja a szövetség tábláit, a kettő táblát, amelyeket Isten írt az ujjával. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy maga Isten írja. Két oldalról le van írva mind a kettőre a szöveg, ugye az Isten szövetsége, fogja és összetöri. Hát ezt a teológiában azt mondják, hogy ez egy kemény dolog, mert először is összetöri a táblákat, amiket Isten írt. Tehát ez a sértő. Majd vannak, akik erről úgy szoktak prédikálni, vagy úgy magyarázzák, hogy hát az Isten még Mózesre is megharagszik azért, mert összetörte a táblákat. Igazából a magyarázók pedig azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy összetörte Izrael a szövetséget, tehát már nem érvényes. Vagyis megszegték a szövetséget, az Isten haragszik, szövetség törés történt, ugye? És aztán, mikor lemegy Mózes, akkor mi történik? Az történik, hogy
elkezd mosakodni Áron. Tudjuk az előző versekből, hogy ő szépen ötvös munkával elkészítette az aranybórjút. Ugye ez a kritikája mindig a bálványoknak, hogy abból a fából, mondja Ézsaiás, amivelből megsütötted ugye a pecsenyédet, annak a másik feléből megcsináltad a bálványt, és ugye beszéltünk, hogy ilyen bevonták ezt a fa részt egy ilyen hát arany lemezzel, ugye? Érdekes, hogy mi a bálvány kategória, ugye? Hogyha múltkor elmondtam, hogyha belenyúlunk a zsebünkbe, akkor lehet, hogy találunk egy személyigazolványt, vagy egy nyugdíjigazolványt, ott is van egy kép, ugye? Tehát mikortól lesz a kép, vagy a valamilyen alkotás bálványa, ha elkezdnek előtte áldozni és tisztelni azt, vagyis meghajolnak előtte, mint egy Isten előtt. Ha átveszi az Istennek a helyét az életünkbe, nagyon sok dolog át tudja venni az Istennek a helyét az életünkbe. Át tudja venni a pénz, át tudja venni a hatalom, át tudja venni a büszkeség, bármi, még olyan dolgok is, amikor mit tudom én, a gyermek átveszi, és azt mondja, ja, hát én, nekem ez a gyermek, a bálványom, mindent megadok neki, aztán sikerül olyannak felnevelni, hogy nem biztos, hogy jól viselkedik, és ez nem bántásképpen, az ilyen szokott fájni a legjobban az embernek, de néha az ember még ezt is képes elkövetni. Vagy egy drága autó, amit jobban simogat az ember, mint a feleségét, ugye, mert az érdekesebb neki. És sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat, és érdekes, hogy mi történik, amikor számon kéri Mózes ezt az Áront, hogy hát hogy is történt. És akkor Áron, mint a, mikor ugye Ádám számon kérettetik az Istentől, hogy volt az a gyümölcsevés, ugye, akkor azt mondja, Éva volt az. Itt mit csinál ugye Áron? Ő volt a vezető, ő volt a felelős, azt mondja, hát nem én, hát jött a nép, ugye, ők akarták, hogy legyen, és egyébként nem is azt mondja, hogy én csináltam szépen, kifaragtam és megalkottam, hanem azt mondja, hát ide adták az aranyat, bedobtam a tűzbe, és úgy magától történt meg, ugye. Magától történt meg, tehát semmi közöm hozzá. Így van megírva a szövegben, hogyha figyelmesen hallgatjuk, akkor olyan kacifántosan meg van fogalmazva. Ezt mondtam neki, kinek van aranya? Ők pedig leszedték magukról, és ideadták nekem, én meg a tűzbe dobtam, és ez a borjú lett belőle. Tehát azt mondja, nem én csináltam meg, hanem magától lett. Ugye? Hát így sikerült, ugye, amikor ugye az asszony elmegy a bótba, és akkor azt mondja, hát megkívántam a bundát, és hát megvevődött valahogy magától, ugye, és elköltöttem az otthoni pénzt. De lehet ezt a férfiakról is esetelni tovább. Tehát elfordul a nép. Igaz, hogy mögötte van az, hogy nem hisz az Isten hűségébe, hogy az Isten az megtartja a szövetségét és a szavát. És itt kezdődnek a gondok az ember életében, hogy az ember nem hisz. És aztán az történik, ugye, hogy ezt a bálványt majd el fogja égetni ez a Mózes, és ugye kiderül, hogy nem tiszta aranyból van, hanem a közepe az fából van, mert hamu lesz belőle. És aztán van egy ilyen jelenet, hogy megitatja ennek a porrával a jelenlévőket. Tehát akik ezt csinálták, csinál egy ilyen italt, a Mózes ugye negyedik könyvében van szó róla, hogy készítették az átokvizet. Hogyha valaki azt mondta, hogy ő nem hibás, akkor Isten ítéletet tartottak. Például, hogyha ott valaki megcsalta a férjét, akkor készítettek neki egy átokitalt, és akkor azt mondták, itt meg nem fogunk téged elítélni, de az történik, hogy megiszod, és akkor majd megtörténik az Isten ítélet, ugye? Tehát ez egy érdekes dolog, ez az Isten ítélet, hogy utol fog érni a dolog. Én nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, akik hitetlenek, ateisták, és
egy ilyen érdekes jelenséggel találkozok mostanában, hogy tehát például a 90-es években, amikor összeomlott a kommunizmus, amikor kiderült, hogy gazdaságilag képtelen fennmaradni, hogy nem tudja megvalósítani a boldogságot, az igazságosságot, és hiánygazdaság, és ugye működött az, hogyha te valamelyik nemzetiséghez tartoztál, akkor nem mehettél egyetemre, nem töltettél be bizonyos munkahelyeket, és sorolhatnánk azokat a dolgokat, amelyek úgy előjöttek abba az időbe, és az történik ugye, hogy ezek a összeomlott ez a rendszer, és mikor elkezdtek a templomok megnyílni, akkor előszedték a régi könyveket, és azt mondták, hogy hú, ezt veszítettük el a lelkiséget. És most észre lehet venni, hogy megjelentek az ilyen névtelen, szemtelen emberek, ilyen gerinctelenek, ilyen szó szerint pofátlanok, mert nem vállalják a képüket, és elkezdtek gúnyolódni, tehát megjelennek az interneten, a szociális hálókon. Ezek nagyon sokszor buta, vagy néha fizetett emberek, és az ilyen ugye ateista népek azok azt csinálják, hogy elkezdik gúnyolni az egyházat, az Istent, a Szentírást, és ugye nem vállalják magukat, mert a keresztény az vállalja, hogy én kiállok és azt mondom, én hiszek egy Istenben. Tehát ez a hitvallás, ez a martyrea, vagyis vállalom, hogy ki vagyok. És érdekes ugye, hogy a keresztény az hisz abban, hogy van az Isten. És ugye, hát mi lesz azokkal, akik meg nem hisznek? Attól, hogy ők nem hisznek, még az ítélet végre fog hajtatni. Tehát az Isten az számon fogja kérni. Tehát a bűn zsoldja halál. Én egyszer tanulja voltam, hogy vitatkozott egy hindu, meg egy keresztény. És akkor a hindu azt mondta, hogy ugye többször újjászületik, és akkor majd bogárból ember lesz, sőt ugye kasztrendszer van a hindu vallásba, és ugye a kereszténység az meg nem igaz. És akkor mondta neki a keresztény, na figyelj ide, tehát hogyha neked lenne igazad, akkor legfeljebb én újjá fogok születni többször, de ha nekem van igazam, akkor te égni fogsz, azért, mert ugye megtagadtad az Istent. És igazából az embernek döntenie kell. Tehát attól óvja a Szentírás a hitetlent, hogy nem fogja kikerülni az Isten igazságszolgáltatását, utól fogja érni előbb vagy utóbb. Én olvastam, hogy Sztálinnak volt egy olyan narkómja, így hívták, Narodni komiszáriát, a narkom ezt jelenti, és vallásügyi megbízott volt, és ő harcolt az egyházak ellen, több ezer papot, több százezer papot írtottak ki, és kolostor pusztítottak el, sajátítottak ki, majd éltek le, pusztítottak le, kincseket, ilyen lelki értékeket semmisítettek meg, vagy dugtak el valahol mélyen egy-egy múzeumban, vagy egy raktárban, ami a szellemi kincsekhez tartozott, és úgy gondolták, hogy ettől boldogabb lesz a nép. És akkor ugye meg lehet nézni, hogy a 20-as években éhség volt, ezért vissza kellett térni a kapitalista gazdasághoz, mert a NEP, Novaja Ekonomicheskaja Politika a Szovjetunióban azt jelentette, hogy visszaállították a gyárakat minimálisan. Aztán nem telt el ugye 5 év, jöttek a 30-as évek, és jött a kényszerű kollektivizáció, és azt, amit hirdettek, hogy szabadság, meg egyenlőség, meg kiosszuk a földet, visszavették a földet. Jött a kényszermunka. 60-as évekig nem volt személyigazolványa az embereknek, még tanulni is csak úgy mentek, hogy vagy a pártitkár megengedte, hogy elhagyd a falut, vagy nem. Tehát ezek tények, ezeket én a saját családom életéből el tudom mondani. Ez nem valami tankönyves dolog, mert én nem hiszek nagyon sokszor azoknak a tankönyveknek, mert sokszor a történelem könyveket, azokat éppen az aktuális
politikai szellemi gondolkozás szempontjából írják, ugyanis a másik oldalt nem mondják. De amit az őseink elmondtak, és itt, hogyha valaki úgy mélyen az emlékezetébe idézi azokat, hogy mi mindent elmondtak, amit nagymamáink vagy nagypapáink, akkor mindenkinek lenne egy érdekes története. Aztán ugye 30-as években kiirtották azokat a kommunistákat, akik valamikor a kommunizmust ugye elhozták, vagyis a forradalmat megcsinálták, a régi gárdát, a 37-es gyilkosságok esztették. Hát a háború idejéről beszélni se akarok, mert mennyi boldogtalanságot hozott ugye az a pár esztendő. Ugye arról el szoktak feledkezni egyébként a kommunisták, hogy a nácikkal együtt készültek a háborúra, és a tábornokok azok ott tanultak, ahol a szovjet tábornokok, mert együtt gyakorolták a hadászatot, hiszen Németországnak az első világháború után nem szabad volt hadsereget fenntartani, de ott voltak Oroszországban a tankok, ott képezték a tiszteket, ott képezték azokat, akik a repülőket vezették, ott alkották együtt meg a kémiai fegyvereket, ugye erre vannak bizonyítékok. Aláírtak a Ribbentrop-Molotov paktumot, és a szélsőséges náci gondolkozású óriási nagy barátja volt a kommunistának, és Lengyelországot szépen kettéosztották, és együtt meneteltek dicsőségesen, amiről egyetlen egy sor sem volt a szovjet érában a történelem könyvekben, mert még a könyvtárokból is eltávolították ezeket a dolgokat. Tehát ezek az ateista, istentelen emberek ezek ezt hozták, és egyébként én behozhatnám William Schirernek a könyvét a harmadik Reichnek a felemelkedéséről és bukásáról is, és ott fel tudnám olvasni azt, hogy ítéltek el már 37-ben 900 lelkészt azért, mert ellenálltak a nácizmusnak, és utána megint ugyanannyit. És akkor kiderül, hogy összesen 10 000 lelkész ült a zsidókkal együtt a koncentrációs táborban, mert nem akarták a Führert elismerni Krisztusnak, mert nem akarták eldobni az Ószövetségnek a részeit a Bibliából is megtagadni, mert nem akarták leszedni a kereszteket. Tehát Goebbelsnek az volt a programja, hogy vegyük le a keresztet és tegyük a helyére a náci keresztet. Vegyük le a Krisztus megfeszített ugye képét ábrázoló feszületeket és tegyünk a helyére kardot. Mert úgy gondolták, hogy 800-ig volt, tehát 800-as évekig volt jó a kereszténység, mert akkor a németeknél nem volt az a germán törzseknél az a fogalom, hogy bűn. Nekik egy erős Isten kellett, akivel győzni lehet az ellenség felett. Az a fogalom, hogy bűnös vagy, bűnbánatot kell tartanod, és megbocsátást kell nyerned a Krisztustól, hogy örök életet kapjál. Ez a fogalom nem létezett az egyház történelemből, tudjuk, ugye nonsens, ha ezt ma elmondjuk, akkor legtöbb ember ezt nem hiszi. És akkor ugye azt mondták, hogy tehát ezt fogják bevezetni, ez volt a nácizmus oldala. A szovjetek meg ugye templomrombolástól kezdve az istentelenségben gyarapodtak. És mi lett a vége? Voltak pillanatok, amikor adósságba éltek. Amikor eladták ugye az olajat, és akkor a 70-es években egy viszonylagos konszolidáció volt, és a 80-as évektől szépen lefele ment minden, és minden eltűnt az üzletekből, és eljött a szétesés pillanata. Tehát ezeket mi megéltük, vagy az inflációt a szétesés után. Tehát mindig a szétesés után, vagy valaminek az összeomlása után az jön, hogy maga alá temeti a társadalmat. Emlékszünk, amikor nem volt az embernek pénze nagyon sokszor arra, hogy alapvető dolgokat megvegyen, és eladta otthon a piacon az utolsó
ágyneműt, vagy hát én láttam ilyeneket, hogy az emberek kihorták. Azok, akik egyetemen dolgoztak, vagy egyetemisták voltak, elmentek a piacra árulni. Hány ilyen mérnöknek az élete, vagy tanult embernek ment tönkre az élete. Tehát elgondolkoztató az, hogy ott, ahol az Istent félreteszik, ott bajok vannak. Tehát lehet, hogy valaki hitetlen, de az Isten számon fogja kérni. A bűn zsoldja a halál. Azért, mert ő szövetséges Isten, ő felajánlja. És aztán azt mondja, eljön a döntésnek az ideje, hogy Istennel vagy, vagy nem. Kiáll a kapuba ez a Mózes és az Áron, és azt mondja, aki az Úr, ide hozzám. És oda gyűlnek Lévi fiai. Azért lesz később az, hogy a Lévi családjából, törzséből lesznek a papok, mert ők az Úr mellett döntenek, ők rájönnek, hogy mi hibáztunk. És aztán átvonulnak a táboron, és van egy igazi vallásháború mutatkozik meg, amikor 3000 embert le fognak vágni. Az ige nem tér ki arra, hogy mit csináltak ezek. Valószínű, hogy ellenállást tanúsítottak. Valószínű, hogy fellázadtak az Isten ellen, az ellen az Isten ellen, aki egyébként úgy hozza őket ki, hogy nem hal meg senki a csatákban. Egyiptomból így hozza ki őket. És úgy pusztulnak el, hogy a hitetlenség vezeti őket el az Isten elleni lázadásba. Tehát nagyon sokszor erre figyelmeztet, hogy aki kilép a szövetségből, aki megtagadja az Istent, az mindig a pusztuláshoz vezet. És nem kell csodálkoznunk, amikor a nyugati világban azon morfondíroznak, hogy nem születnek meg az emberek. Nem kell csodálkozni, amikor az ideológiák oda vezetik az embereket, hogy már a munkára nem szabad vinni azt a jelképet, hogy te keresztény vagy. Már ha te túl keresztény vagy, az már baj, mert nem fognak felvenni állami munkahelyre. Hát itt, hogyha valakit tisztségviselőnek választanak meg, akár a mi országunkban is, akár rendőrnek, akár a titkosszolgálatban, akár a, mit tudom én, valahova, valamelyik vezető intézménybe, az első kérdés az, hát én tudom, én ismerem, hogy nem járhatsz templomba. Aki meg jár, az meg miért jár? Azért, hogy lehallgatja a papot. Tehát ez egy érdekes dolog. Tehát ez mindig működik. Ez az állami kontroll, a vallás felett, ez még mindig ott van. Tehát egyáltalán nem beszélhetünk szabad lelkiismeretről. És ez nem csak ránk vonatkozik, ez a legtöbb államban így van, hogyha Európában is megnézzük. Ott tartják a kontroll alatt. És úgy gondolják, hogy ezt meg lehet tenni ebben a mai világban. És akkor csodálkozunk, hogy a lepusztulás fele megy a világ, és minél tovább annál rosszabb. Tehát az Isten ellen nem lehet lázadni. Mindig a pusztulás lesz a sors. És aztán ugye megtörték a szövetséget, felrúgták az Istennel ezt a szövetséget, és akkor az van, hogy kérdezi Mózes, hogy mi lesz a néppel. Hát azt mondja az Isten, akkor most innentől nem megyek veletek, és nem foglak követni, hanem téged, Mózes, aki hűséges voltál, téged tartalak meg, és nagy népet fogok belőled alkotni. Tehát te belőled lesz a nagy nép. És akkor azt mondja Mózes, látva a többieket, hogy akkor ez a több százezer vagy millió ember itt el fog pusztulni. És akkor azt mondja, hogy hát mit fognak mondani a szomszédok, hogy te azért hoztad ki, hogy utána elpusztítsad. Hát mi értelme volt az egész szabadításnak akkor Egyiptomból? És akkor azt mondja, hogy akkor engemet is töröl ki a te könyvedből. Ez egy érdekes gondolat, hogy van Istennek egy könyve, amiben bele van írva az öveinek a neve. Ugye ez az isteni gondviselésnek a jele, tehát az Isten akaratának a jele. Van egy könyv. Ugye a nihilisták, akik nem hisznek az Isten létezésébe, azok megfosszák az embereket az Istentől is, és azok nem tudnak választ adni arra, hogy hát azok a sorsról beszélnek, hogy hogy van ez, hogy ugye az egyik is okos, a másik is okos, az egyiknek összejön a dolog, a másiknak meg nem jön össze, ugye? Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Hát akkor hogy van ez?
hogyha mindenki a saját életének a kovácsa. Ha Isten nincs és mindenki a saját életének a kovácsa, akkor ne másba keressétek a hibát. Akkor ti vagytok a hibások azért, hogy háború van, ti vagytok azért a hibások, hogy szegénység van, ti vagytok azért a hibások, hogy betegek vagytok, és mindent a saját nyakatokba kell vennetek. Akkor nem mutatgassatok Istenre. Ez a legnagyobb hitványság ebben a világban, hogy az emberek egyrészt azt mondják, hogy ők függetlenek, de amikor baj van, akkor Istentől akarják számon kérni. Hát az Istennek van a szövetsége. Nagyon egyértelműek a szabályok, ugye, hogy mit akar. És elkezd könyörögni ez a Mózes, hogy Uram, hát akkor engemet is törölj ki a könyvből. És ez egy érdekes momentum, mert ezzel közbenjárást végez el. Amikor Jézus Krisztus eljön, ő is köt egy szövetséget, ezt úgy hívjuk, hogy kegyelmi szövetség, a megbocsátás szövetsége, és ő a közbenjáró ég és föld között, és ahogy Mózesre figyel az Isten, és azt mondja, hogy na jó, akkor nem pusztítom el, hanem eljön az ideje a számon kérésnek, tehát mindenkinek oda kell leszállni az Isten elé, és egyébként a számon lesz kérve az Isten népe a szövetség megszegéséért. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi Isten szövetségesünknek tartjuk, vagy abszolút önállóak vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy velünk van az a hatalmas Isten, aki túl tud segíteni bennünket a próbákon, a nehézségeken, és lehet hozzá jönni, lehet benne bízni és hozzá imádkozni, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy mi egyedül éljük ezt a földi életet, és ugye akkor kétségbe esünk. Tehát az ige arra utal, hogy ne törd el, ne törd meg ezt a szövetséget, mert az Isten ajándékokat akar adni. És érdekes, hogy még az Ószövetségben olyan kegyetlen az a kép, hogy ugye elválasztódik az igaz és a gonosz, aki az Úré ide hozzám és odagyűlnek, addig az Új Szövetségben ez úgy történik, hogy aki Krisztushoz csatlakozik, az lesz az övé. És az Isten hogy oldja meg az embernek ezt a nyomorúságos helyzetét? Ugye a római levélből olvastam azt az ige részletet, hogy a bűn zsoldja, halál. A zsold az fizetség. A zsoldos az katona, ugye, aki fizetségért dolgozik, ugye? Szolgál. Azt mondja, a bűn zsoldja, halál. Ez az egyik tény. Hogy halandó vagy. A halál nyomorúsága alá kerülsz, mert büntetést érdemelsz. De Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. És itt egy érdekes dolog, hogy nem fizetésért, mert úgy is mondhatnánk, hogy tönkrement, bonkrot vagy, ahogy mondja az orosz, ugye, hogy nincs mi a fizetned, ugye? Hanem ajándékot ad az Isten. Krisztusban adja ezt az ajándékot. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. És kinyújtja, felajánlja az embernek az Új Szövetség ezt az ajándékot. Ezzel nagyobb az Új Szövetség, mint az Ószövetség. És Isten ezért az elkeseredett, bűnbe jutott, nyomorúságba jutott emberrel szövetséget akar kötni. A Krisztusban akar ezt a szövetséget megkötni. Ezeknek a jelképei az egyházban a keresztelés, az úrvacsora, és egyáltalán azok az ígéretek, amelyek az evangéliumban megszólalnak. Tehát az Új Szövetség kiterjeszti az ő kegyelmét, és azt mondja, jöjjetek, ne legyetek azok, akik úgy töritek meg Istennel a szövetséget, hogy elutasítjátok, és vitatkoztok vele, és lázadtok ellene, mert ez a lázadás csak pusztuláshoz vezet. Az élet az úgy működik, hogy az Isten kinyújtja az ő kezét, ami számunkra is nekünk adja. Legyünk azok, akik ebben tudunk gyönyörködni, ebben tudunk élni, és áldottak tudunk ezáltal lenni, bizodalmat tudunk Isten irányába érezni, és megtapasztalhatjuk az ő védő és áldó kezét. Adja az Úr, hogy így legyen. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édes Urunk, kegyelmes Istenünk! Köszönjük, hogy jöhetünk eléd ezen a reggelen. Köszönjük, hogy Urunk, Te megújítod újra a Te szövetségedet, a Te ígéretedben.
Köszönjük, hogy Urunk, elfogadhatjuk a Te akaratodat, a Te ajándékaidat, a Te áldásodat. Áld meg bennünket, akik eljöhettünk eléd, áld meg szeretteinket. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, nem csak arra, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi hitünk, mi a mi ígéretünk, hanem arra is, hogy mit jelent számunkra a Te szövetséged, a megmenekülést, a Te ajándékaidat, amelyek onnan felülről jönnek. Engedd, Urunk, hogy ma felragyogjon nekünk újra az öröm, amelyet a Te ígéreteidnek a megismerésében, a Te hűségedben érezzük. Köszönjük, hogy Urunk, Te lettél a bárány, aki elvetted a világ bűneit, aki betöltötted a mi adósságainknak, Urunk, nagy nyomorúságát, aki eleget tettél értünk az Atya előtt, hogy mi jöhessünk Te hozzád. Engedd, hogy imádságos szívvel, teljes bizalommal, a Te áldásaidat megtapasztalva élhessük a mi napjainkat. Kérünk, maradj velünk, őrizd meg bennünket a kegyetlen háború ideje alatt. Hozd el nekünk a Te békességedet, áld meg a Te népedet. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük az Úr áldását, és az Istennek irgalma, kegyelme, szeretete és békessége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. A 219. dicséretünket énekeljük. A 219. dicséretünk így kezdődik. Csak Istené legyen minden dicsőség. Reggel 8-kor kezdődik a következő istentiszteletünk, és vasárnap a megszokott rendszerint 10:30 perckor tartunk igehirdetést.